A kerek csokoládé. Csilis csokoládé. Tejcsoki. Pattogos cukros csoki. Narancsos étcsoki. Keserű csoki. Fehér csoki. Magyaros csokoládé. Keserű csokoládé. Belga csokoládé. Boci csoki. Csoki, és az a lényeg. A Föld az egyetlen bolygó, ahol csokit lehet kapni, ezért is kell védeni. A csokoládénak is van egy tradíciója, én szerintem azt úgy kell lenni, mint a szalonnát, a disznó szalonnát. Kockánként ki kell élvezni minden kockát. Elszopogatom néha. Bele kell harapni, és kész. Az ember a szájába veszi, sima, simogató, olvadó, sejmes. Akkor megkívánom, akkor megveszem, megeszem, azt ennyi. Konkrétan leülök a kanapére, egy tábla csoki, tea, és akkor tanulás. Bekapod, és elkezded ágni-ágni a csokoládét, de óvatosan kell, mert utána, tehát hagyni kell, hogy szétolvadjon a szádban, és amikor lenyelted, akkor érzed benne a csilit, ezt a csípősséget. Én inkább megeszem gyorsan. Az egészet meg szoktam enni, mert rá vagyok kattanva sajnos. Azt mondják, hogy a endorfin termelésünket fokozza. Volt időszak, amikor függőségben szenvedtem. Minden nap kell tennem csokoládét, de próbáltam átszakni a borra nehéz munkával. Most már úgy érzem, hogy jó úton járok. Már úgy vagyok vele, hogy eleget ettem. Most már meguntam. Nem ilyen napi szükséglet, mert annyira nem függök azért tőle, csak néha jól esik, hogy vesz magának az ember csokit. Szerintem pótcselekvés alapjában véve. Kényeztetjük magunkat az evéssel, mert nekünk ez jár. Mértéktelenség a hétfőbűnök egyike, tudom, de hát beleesünk sokszor. Ezt nem tekinti az Úr, a Jézus Krisztus olyan bűnnek, mintha én a te barátnődre kívánatot éreznék, vagy felel barátom ellen ellenségeskednék. Ez olyan megbocsátható bűn a Jézus szemében, és higgyétek el nekem.